Két díjat is nyert kétszekszárdi közművelődési intézmény. Ez volt az egyik főbb történés a megyeszékhelyen a héten Ács Rezső szekszárd polgármestere szerint. A másik pedig a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülése, ahol a városvezető szerint zárt ajtók mögött döntötték el, hogy az ÉSZ által vezetett bizottság leváltaná kétszekszárdi cégvezetőjét. Ács Rezső azt mondta, a bizottság döntése értelmében a következő közgyűlésen javaslatot tesznek majd Csillag Balázs a szekszárdi sportközpont ügyvezető igazgatójának, valamint Bálint Zoltán a szekszárdi vagyonkezelő Kft. Ügyvezetőjének menesztésére. A polgármester hétértékelő sajtótájékoztatóján azt mondta, felháborítónak tartja, hogy törvénytelen módon zárt ajtók mögött előzetes egyeztetés nélkül döntöttek emberi sorsokról. Megnéztem a napirendi pontokat délelőtt, nem volt köztük személyi kérdés, ezt ott törvénytelen módon a helyszínen vették fel, az érintetteket nem hívták meg, és nyílt ülésen kell tárgyalni személyi kérdést, abban az esetben nem, hogyha az érintett kéri az zárt ülési tárgyalást. Miután meg se voltak hívva, ezért nem kérték. Ennek ellenére az ÉN Szekszárd, kizárólag az ÉN Szekszárd Egyesület tagjaiból álló frakció, illetve Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság zárt ülésen ezt felvette a helyszínen, a napirendi pontok közé zárt ülésen, és zárt ajtók mögött eldöntötte. Ács Rezső szerint ebből is jól látszik, hogy az ÉSZ nem tartja be a választási ígéreteit, mint például az átlátható működés biztosítását, a cégvezetők törvényes kiválasztását, miután a szekszárdi vagyonkezelő Kft. Új ügyvezetőjére is javaslatot tett a bizottság. A polgármester azt mondta, az elmúlt hét másik fontos eseménye volt szerinte, hogy a gázrobbanásban érintett családoknak átadták az összegyűlt 500 ezer forintnyi adományt, ám a gazdasági bizottság azt nem szavazta meg, hogy a helyreállítást végző építőipari cégnek ne kelljen közterület használati díjat fizetnie. Ezt a polgármester felháborítónak tartja. Ács Rezső hozzátette, mindent elkövet, hogy a generációk partja megépüljön a városban. Egyelőre ugyanis úgy tűnik, veszélybe került ez a beruházás. Ehhez a beékezett ajánlatok alapján ugye 139 millió forintot nyert a város, 8 millió forintot kellene hozzátenni. Ez a város költségvetésében szerintük valószínűleg nem fog rendelkezésre állni, ezért nem támogatják majd. Ács Rezső azt ígéri, hogy megszerzi a hiányzó 8 millió forintot. Bomba Gábor, az ÉN Szekszárd Egyesület frakcióvezetője cáfolta Ács Rezső állításait. Azt mondja, ők senkit sem bocsátottak el, a bizottság csupán javaslatot tett, döntést a közgyűlés tud majd hozni. Pont a személyiségi jogok miatt tárgyaltak zárt ülésen a személyi kérdésekről. Az üléssel kapcsolatban pedig a jegyző arról tájékoztatta őket, hogy minden szabályosan zajlott. Ezentúl a vagyonkezelő Kft. Új ügyvezetőjére is csak javaslatot tett a gazdasági bizottság. Bomba Gábor azt mondta, a közgyűlés dönti majd el, hogy kell-e pályázatot kiírni vagy sem. A gázrobbanásban megsérült házon dolgozó építőipari cég közterület használati díját pedig azért nem engedte el a gazdasági bizottság, mert a cég munkadíját a biztosító fizeti, így tulajdonképpen a biztosítónak kell majd kifizetnie a közterület használatot is. Ezt az összeget az érintett családok megsegítésére fordítják, jelentette ki a frakcióvezető. A generációk parkjáról Bomba Gábor még nem tudott nyilatkozni, miután a frakciójuk még nem tárgyalt az ügyről, ennek fényében pedig, ahogy fogalmazott, a humor kategóriájába sorolja, hogy Ács Rezső már tényként kezeli az ő álláspontjukat.